A lehalászásokkal párhuzamosan az őszi téli telepítések is befejeződtek az Atomerőmű Horgász Egyesületnél. Szép környezetben található horgásztavaikba, mint az már ismert, maguk termelik meg a tagságot és a vendéghorgászok igényét kielégítő halmennyiséget. A halfauna továbbra is széles, meghatározó itt is a ponty. Az Atomerőmű Horgász Egyesület megragadva a lehetőségeket, három halfajtából tovább bővíti a kínálati palettát. Megtermelt halnak nem az egész részét telepítjük ki a tórendszerbe ősszel. Ebből most betároltunk nagyságrendileg 115 mázsát, és ebből várhatóan olyan 80 mázsát tudunk még körülbelül március végén telepíteni kiegészítésként, tehát a 423 mázsa fölé még ez a 80 mázsa fog jönni március végéig. Nevelőgazdaságban egy járulékos szempont, hogy busát telepítünk a különböző vízminőségjavítási okok miatt. Ezt a busát természetesen nem tesszük el vízbe, ezt el szoktuk adni, de ez ilyen kvázi kényszer igazából. Ezen kívül mi az elmúlt 6 évben alatt nem értékesítettünk, nem is nagyon szeretnénk. Időnként van vadívásból kis ponty, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni, gazdasági szempontból nem túl értékes, esetleg még ezt szoktuk értékesíteni, idén ilyen most nem volt alapvetően, meg hát arra vagyunk berendezkedve, hogy a saját horgászainkat, meg a saját horgászvizeinket lássuk el hallal. A víz adottságai megvannak, ugye kézenfekvő ezen a vízterületen mondjuk a sűrlő csukának a telepítése, viszont óriási árkülönbség van, és nyilván nem feltétlenül lehet ez gazdaságosan kiszolgálni, ezért a rablóhalas igényekre mi egy úgymond rablóhalas programot folytatunk már évek óta, változó sikerrel azért a utóbbi időben kezdenek a gyümölcse beírni, tehát konkrétan nem konyhakész halat telepítünk, mint ahogy mondjuk a pontnál tesszük, hanem próbáljuk a vízben felnevelni ezeket a halakat, és előnevelt sűrlőkkel, előnevelt csukákkal próbálkoztunk a korábbi években, mellé természetesen táplálékot is telepítünk, tehát keszeglárvákat, hogy a halak tudjanak nőni. Ennek már láthatók az eredményei, nem annyira jók, mint amiben mi bíztunk. Idei évben a Tolna megyei szövetség segítségével telepítettünk mesterséges sülőfészkeket. Ez most úgy néz ki, hogy nagyon eredményes volt, mindegyik fészken volt leívás, hát a sülők leívtak, valamelyiken több helyen is, tehát arrébb tettük, és kétszer is ráívott a sülő, és kikeltek a kis halak, úgyhogy ezt meglátjuk, hogy a jövőre vagy utána, amikor ezek a halak már elérik a fogható méretet, a horgászok milyen eredményességgel fogják vissza. Azt mondják horgászberkekben, aki egy kicsit is ügyes horgásznak számít, és megfelelő horgászfelszereléssel rendelkezik, inkább előbb, mint utóbb megtalálja a számítását itt, legyen szó fogási eredményességről, és nem utolsó sorban horgászélményekről.